Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, sok szeretettel köszöntelek benneteket az X-Foresight Online TV-nél. 2017-ben, hála az égnek, díjakban gazdag magyar filmes alkotások születnek. Ebben az évben sikerült az Aranymedve fődíjat is megnyerni. Hogyha már ezzel ezt a mondatot kimondtam, akkor elkezdtem arra utalni, hogy a Testről és Lélekről című filmről van szó. És erről fogom kérdezni a rendezőnőt, Enyedi Ildikót. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, hogy itt vagy a pécsi közönség találkozón. Milyen érzés volt, amikor kimondták a nevedet, és elmondták, hogy te kaphatod meg az aranymedvét? Hát előtte való nap kaptam egy telefont a fesztivál igazgatótól, mondta, hogy Ildikó, hol vagy? Hát mondom, Pesten. Szóval, az nem jó. Ezen sürgősen változtás. De nem mondta meg, hogy milyen díj. Tehát lehetett tippelni, hogy valószínűleg nem a legjobb színésznő díját kapjuk, hiszen akkor a Borbély Alexandrát hívták volna. De hát volt az arany medvén kívül még három olyan ezüst medve, amit bármelyiket megkaphatott volna a film. Fogytak az ezüstmedvék, fogytak, és amikor a zsűri nagy díját is kihirdették, hát akkor tudtuk, hogy ha csak nem valami nagyon nagy katasztrofális gáz van, akkor miénk az arany. Amikor elkezdted írni a forgatókönyvet, ugye mindig egy nagyon aktuális és nagyon mély dolog az, hogy két ember között egy szerelem, egy kapcsolat, egy személyi kapcsolat hogyan kezd el kialakulni. Az az aspektus hogyan jelent meg a te elképzelésedben, hogy így jeleníted még meg a szereplőket az álmukban. Ez mi volt ebben az inspiráció nálad? Tulajdonképpen egy igazi munkahelyet kerestem nekik, ami egy normális, létező munkahely, nem valami elemelt, metaforikus hely, de mégis egy nagyon jó modellje annak, ami miatt ez a két ember nagyon zárt. Hát ott szarvasmarhákat ölnek a Vágóhídon, úgyhogy érthető volt, hogy az álomban viszont szarvasok szerepeljenek. Én átéltem újra az első szerelmet a film során, tehát ezt nem illik talán már az én koromban mondani, de engem azért fogott meg a film, mert ugyan különleges karakterek voltak benne. Milyen az, amikor két, úgymond azért valamennyire emberi közegben ugye felnőtt, de hát kültéri felvételekről szólva, amikor egy stáb ott van a két állat körül, tehát mennyire volt nehéz pozícionálni őket az operatőri, a kamera szemszögéből, hogy mennyire volt ez embert próbáló feladat rendezőként is neked? Hát tulajdonképpen először nekünk, nem csak nekem, mindannyiunknak, meg kellett érteni azt, hogy hogyan is működnek ezek az állatok, hogy mi esik jól nekik, mi nem, mik a biztos pontok, mi nem, mik nem. Azért, hogy mi alkalmas, intelligens partnerei lehessünk a Horkai Zoltánnak, és épeszű dolgokat kérjünk tőle. Hatalmas filmes rutinja van. De olyat még nem kértek tőle, hogy ilyen módon egy finom és határozott és követhető személyisége legyen az állatoknak, és ne valamilyen dekoratív hatás céljából kelljen valamit megcsinálniuk. Mi volt neked az a meghatározó pont, hogy az állat és az ember vonalon így az ábrázolás egyezzen? Mit találtál meg a főszereplőidben, amit úgy éreztél, hogy így lelki világban passzolnak erre? Hát tulajdonképpen két nagyon erős és szuverén személyiséget kellett ott megmutatni a vásznon. És ilyen szempontból, ha hitelesen mutatunk egy állatot, egy állat nem tud nem szuverén módon viselkedni, nem tud ripacskodni, nem tud hamisan játszani. Ő mindenképpen hihetetlen elemi erővel képviseli saját magát minden mozdulatában, minden fejfordításában. És ilyennek kellett lenni a két főszereplőnek is,
tehát ezen a belső attitűdön múlott, és hát Morcsányi Géza, ő ilyen ember, tehát egyszerűen meg kellett őrizni benne ezt a méltóságot, a klasszést, a nagyvonalúságot, egyfajta ilyen magyar Clint Eastwoodnak látom én őt. Borbély Alexandrának meg ezt fel kellett építenie, hiszen ő profi színész, és neki vannak ehhez eszközei, hogy annak ellenére, hogy ő egy nagyon más alkatú lány egyébként, hogy ezt előhívja magából, és létrehozza. Kimentem és újra megnézném szívem szerint, úgyhogy nagyon várom, hogy mikor lehet ezt újra megnézni, majd itt vagy bárhol másutt, és el akarom hozni barátaimat. Ugye ez a színész első feladata, hogy beleélje magát, hogy át tudja magát hangolni, de hogy te, mint rendező, mi az a plusz, amit tudsz nekik adni? Hát tulajdonképpen egy életképes lényt kell nekem először is létrehoznom a forgatókönyvben. Tehát nem lehet kétdimenziós, nem lehet tákolt, nem lehet következetlen. Hogyha tudom, hogy ki ez az ember, ki ez a személy, akkor egyszerűen csak belehelyezem egy helyzetbe, ebben az esetben abban, hogy mi van akkor, ha kiderül, hogy két ember ugyanazt álmodja, mit kezd ezzel a két nagyon különböző ember, és utána figyelem, hogy cselekszik, és lejegyzem. Ilyen szempontból, hogyha mi közösen megtaláljuk azt a személyt, azt a szuverén személyt a színésszel, akkor utána én egyszerűen hagyom ezt a személyt cselekedni, hiszen akkor leghitelesebb. Mennyire kell erősnek lenni a forgatókönyvnek ahhoz, hogy egy ilyen típusú történetű film tényleg meg tudja kapni a támogatást, és el tudjon készülni, meg tudjon valósulni? Valahogy nagyon spontánul, nagyon nyitottan és nagyon nagy szeretettel reagáltak a forgatókönyvre. Tehát nem az érdemeit kezdték el sorolni pozitívumként esetleg, hanem egyszerűen csak tetszett nekik a szelleme, és ezért nem is kellett se védeni, se kardozni, egyszerűen megcsinálhattuk. Tehát valami átjött abból a szeretetből, amivel én ezt a két embert, miközben írtam, így néztem, hogy botladoznak az életben. Említetted az előző forgatókönyvedet, amik már kész vannak. Most én magamban úgy gondolom, hogy nyílt neked egy lehetőség, és nem tudom még, ugye benne vagy ebben a hatalmas nagy varázsban, amit most ez a film hozott, amit ez adott. Dolgozunk már, ezzelrel dolgozunk abszolút, persze, a következő. Ezt akartam megkérdezni, hogy akkor az út nyitott ahhoz, hogy meg tud csinálni a következő projektedet. Ez mindig kétesélyes, de minden esetre mi mindent megteszünk most, és valahogy azt érzem, hogy vékonyabbak a falak, mint néhány éve voltak. Folytatjuk a testről és lélekről közönség találkozójának a második felvonásával. Itt túl mellettem a film főszereplője, Morcsányi Géza. Én először arról kérdeznélek meg, hogy van egy pécsi vonatkozásod. Hogyan is alakult ez a pécsi vonatkozás? Ha már Pécsen vagyunk, akkor erről beszélünk a közönségnek, hogy hogyan kerültél ide, és hogy milyen volt az itt töltött idő az életedben? Nagy örömmel beszélek erről, mert a fiatalságom javához tartozott. Ez idén össze lesz 40 éve, hogy itt kezdtem a pályámat, mint színházi, a színházban, mint dramaturg gyakornok, és nagyon, nagyon szép 2,5 évet töltöttem itt, 2,5 szezon. Mindaz, ami engem a színházba hajtott, én közgazdász vagyok végzettségem szerint, az itt vette kezdetét. Ami engem itt érdekelt, az itt bontakozott ki, itt
gondolkozhattam el azon, hogy mit akarok a színháztól, hogy akarok a nézőkre hatni, milyen eszközökkel, milyen típusú színházat szeretek, és közben rengeteg nagyszerű embert ismertem meg. Itt találkoztam a nagyszerű orosz vendégrendezővel, Galina Volcsekkel, aki itt vendégrendezett. Életemben egyetlen egy alkalommal itt léptem színpadra ebben a szovjet darabnak az előadásában, a Szerelvény a hátországba, az volt a címe, ahol a narrátort játszottam, illetve nem volt mit játszani, fel kellett olvasni néha-néha bizonyos szövegrészeket, aztán utána soha többet nem. Amikor olvastad a Testről és lélekről forgatókönyvét, fordult meg olyan hasonlóság a fejedben, hogy olvastad a karakternek a megjelenítését, ahogy végigmegy a történeten, hogy vannak esetleg hasonlóságok így az életbeli történésekhez, amik veled történtek? Hogy találkoztál valami olyannal, amire azt mondtad, hogy hú, ez valahogy nagyon rám passzol? Hát voltam én is szerelmes. Nem. Először is nem olvastam nagyon figyelmesen, már ezt többször bevallottam, remélem Ildikó sem veszi zokon már ezek után. Nem olvastam nagyon figyelmesen a forgatókönyvet. Tudnék, az egész a dolog a maga képtelenségével nem is nagyon tudom, hogy mi vonzott azon kívül, hogy Enyedi Ildikónak régi rajongója vagy híve voltam, nagyra tartottam mindig is a filmjeit és az ő művészetét, és hogyha ő akart valamit, akkor azt gondoltam, hogy végül is van olyan nagy formátumú ember, hogy akkor ezt ő nyilván tudja, hogy mit akar. És a másik, ami jó volt, hogy, és ez vezet vissza a kérdésedhez, hogy én hosszú évtizedek óta, hogy mondjam, szakmából olvasok, tehát munkából olvasok minden szöveget, mert ugye a színház után, vagy a színház mellett az utóbbi 20 évben könyvkiadó voltam, vagy 21-nány évben. Tehát én nekem a szövegeket mindig kiadói, vagy színházi, vagy felhasználhatósági szempontból kellett olvasnom, vagy amikor forgatókönyvet olvastam, akkor is vagy kuratóriumi tag voltam, vagy egy színház, vagy egy filmrendező megkért, hogy olvassam el, vagy egy forgatókönyvíró. Tehát szakmailag kellett olvasnom, amit bevallom, voltak már olyan pillanatok az életemben, így 40 év után, amikor már untam egyszerűen. Tehát hihetetlen felüdülés volt most más szempontból megnézni egy forgatókönyvet. Tudtam, hogy egy forgatókönyv nagyon sokat változik, még nagyon sok apróság megváltozik benne. Tehát azt gondoltam, nincs értelme olyan nagyon alaposan olvasnom. Már csak azért is, mert nem nekem kellett dönteni arról, hogy illik-e hozzám ez a szerep, hogy meg fogom-e tudni csinálni. Hát ilyeneket én nem kérdezhettem meg magamtól, mert nem tudhattam rá válaszolni. Borbély Alexandrával milyen volt együtt dolgozni, és tudott neked úgy olyan értelemben segíteni, hogy ugye vezettétek egymást így a szerepkörben? Nagyszerű volt vele dolgozni. Éppen néhány hónappal korábban egy színházi munkában láttam őt közelről a Katona József Színházban dramaturgként, és láttam, hogy milyen hihetetlen, erőteljes, nagy tehetség, és azt is láttam abból a munkából, hogy mennyire nekivaló ez a szerep. Nagyon, nagyon jó érzés volt a segítőkészségét, a nagyvonalúságát, ahogy minden színész kollégának a nagyvonalúságát tapasztalhattam, hogy egy szó rossz megjegyzés, vagy egy rossz tekintet lényegében nem hangzott el, vagy nem került a szemem elé a forgatás során, amiből arra következtethettem volna, hogy a megengedhetőnél több problémát, zavart okoz az én bénaságom, vagy tapasztalatlanság, vagy egyszerűen az amatőrségem. Egymáshoz passzoló módon mértük föl, hogy mennyi társalgásra, vagy mennyi, hogy mondjam, beszél, ilyen dumára, forgatási szünetekben való dumára, és mennyi külön ülésre, vagy egymástól való távolságra van szükségünk. El kellett felejtenem mindazt, amit én egyébként a színészeken nézni szoktam, akár civil nézőként, akár szakemberként színházba, vagy akár forgatáson.
mert közben egy másik ember voltam. És ez a Szandrával természetesen, akivel a legtöbb jelenetünk volt, nagyon nagy élmény volt, hogy másképp nézhettem, és másképp kellett rájuk néznem. Amikor megtudtátok, hogy ti kapjátok meg az aranymedvét, mi volt az első gondolat? Hogy száguldott át ez a vonat a fejedben? Mit, nem csak az, hogy mit éreztél, hanem mi volt az első, ami eszedbe jutott, hogy hú, megvan, és ezt ti kaptátok meg? Egy bonyolult, ez valamelyik egy szombat este volt, ahol mindenféle családi ügyek miatt nekem ide kellett menni, oda kellett menni, és előtte tudtam nézni egy kicsit az internetes közvetítést, utána tudtam volna nézni, de pont abban a pillanatban épp autóban ültem, és a kisebbik lányom hívott fel, hogy aranymedve. Hát mérhetetlen boldogság volt. Tulajdonképpen olvasva, figyelve a világsajtót, meg a visszhangokat, meg már ott a berlini fogadtatást tekintve is, tudtam, hogy a film is voltak éppen esélyes, nagyon drukkoltam Szandrának, és akkor azt gondoltam, hogy most már talán elhihetem, hogy talán mégse, tényleg nem voltam annyira béna, ha még ezt is kibírta ez a film, és ennyire kibírta, hogy a zsűri beleszeretett, és végül megkapta az aranymedvét. Végezetül annyi, hogy most film és színház között melyik áll közelebb a szívedhez, és hogy mik a terveid így a jövőre nézve, ha annyit elárulsz meg nekünk? Nincsenek terveim, nem szeretem a terveket. Sok munkám van, hál' Istennek színháziak, filmes nincs. Nagy boldogsággal figyelem, és nagyon drukkolok, hogy minél többen menjenek el, minél többen lássák ezt a fantasztikus filmet, Enyedi Ildikó fantasztikus alkotását. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és továbbra is, hogy ne legyen benned ez a nagy druk, inkább az elégedettség. Köszönjük még egyszer. Köszönöm én is, szervusztok.